Nem tudom, hogy milyen tápot adjak a kutyámnak. Száraz kutyatápot, vagy nedves kutyatápot? Hangzik a kérdés sok kutyagazditól. Mostanság óriási választékot találunk a kutyatápokból. A bőség zavara áll fel. Az állateledelboltok poltjai és az internet is tele van különböző állagú és minőségű kutyatáppal. Száradat vegyek, vagy nedveset? Melyik jó a kedvencemnek? Nem tudok választani. Melyik a megfelelő? Nézzük meg közelebbről, hogy van-e különbség a száraz kutyatáp és a nedves kutyatáp között. A kutyaeledel típusa nem meghatározó, sokkal inkább a tartalma. Mind a nedves kutyatáp, mind a száraz kutyatáp minden fontos tápanyagot, vitamint és ásványi anyagot biztosíthat a kutyának, ha az összetevői kiváló minőségűek. Mindkét kutya eledelnek megvannak az előnyei és hátrányai. Így végül nem jobb vagy rosszabb kérdésről van szó, hanem inkább személyes lehetőségekről és körülményekről, amelyek meghatározzák, hogy végül melyik kutya eledelt válasszuk. Azért, hogy el tudjon igazodni a száraz kutyatápok és a nedves kutyatápok útveszőjében, felvázolom a különféle táplálékformák előnyeit és hátrányait. Tudja meg most ingyen, hogy a Super Premium tápból milyen mennyiséget kell adni a kedvencének. A linket megtalálja a videó alatt. Mi a különbség a nedves és a száraz kutyatáp között? A nedves kutyatápok és a száraz kutyatápok között alapvető különbség elsősorban az eltérő víztartalom. A száraz kutyatápok nedvességtartalma 3-12%, míg a nedves kutyatápok 60-84% nedvességet tartalmaznak. Ez a különbség nagyban befolyásolja az élelmiszerek eltarthatóságát. A száraz kutyatápot lényegesen hosszabb ideig lehet eltartani, mint a nedveset. Jelentős különbségek vannak a nedves és a száraz kutyatápok kalóriatartalmát illetőleg is. A száraz táplálékkal a kutyák sok kalóriát fogyasztanak kis mennyiségben. Ezzel szemben a kutyának kétszer vagy háromszor annyi nedves tápot kell enniük, hogy elérjék ugyanazt az energiamennyiséget. Milyen előnyei vannak a száraz kutyatápnak? A fő erőny, hogy magas energiatartalom miatt kutyatulajdonosoknak csak kis mennyiségű táplálékot kell etetni ahhoz, hogy kielégítsék kutyájuk energiaszükségletét. Ezért a száraz étel az olcsóbb megoldás. A száraz étel melletti további érv, hogy tiszta és kényelmes. Nem pépes, nem ömlik ki, még akkor sem, hogyha a kutyatából valamilyen módon kikerül. Könnyen fel lehet söpörni. Ezen kívül szagtalan, száraz, ezért könnyebb elvinni bárhová, mivel csak a kutyának kisebb mennyiségre van szüksége. Milyen előnyei vannak a nedves kutyatápnak? Míg a száraz eledel főképp az ár, a tisztaság és a kényelem szempontjából nyújt előnyöket a tulajdonos számára, a nedves eledel előnyei magának a kutyának kedveznek, mivel a nedvesebb, intenzívebb illatú étel egyszerűen jobban ízlik nekik. Különösen a magas víztartalomnak van pozitív hatása, mivel az étel már nagy mennyiségű folyadékkal látja el a kutya testét, és a nedves táplálékkal fedezni tudja a folyadék igényét. Ezért a nedves táplálék különösen azoknak a kutyáknak ajánlott, akik nem sokat isznak napközben. A túlsúlyra hajlamos kutyák esetében a nedves táplálék olykor jobb választás lehet. Feltéve, hogyha a túlsúly oka nem az, hogy a kutyája imád enni. A nagy étvágyú kutyák súlyát nedves táplálékkal alacsonyabban lehet tartani. Az egy adagra eső alacsonyabb energiatartalom miatt nagyobb mennyiséget ehetnek, anélkül, hogy túllépnék a kalóriaigényüket. Lehet-e a száraz és nedves ételeket kombinálni?
Mivel a nedves és száraz táplálék is különböző előnyöket kínál, a nyilvánvaló következtetés az lehet, hogy legjobb, az egyszerűen, hogy a kettőt kombináljuk, és ezzel etetjük a kutyánkat. Elvileg nem szól semmi ellene, de nem szabad összekeverni a száraz és a nedves tápot. Mindig a kettőt külön, különböző időpontba kell adni. Arra is figyelni kell, hogy a napi bevitel a kombináció ellenére ne lépje túl kedvence napi energia szükségletét, mert ez a kutya elhízásához vezet. Ha olyan kutyának, amelyek hajlamosak az emésztési probléma kialakulására, mindig csak egyféle ételt adjon, mert a nedves kutyatáp és a száraz kutyatáp váltogatása hasmenéshez vagy székrekedéshez vezethet az érzékeny nyomorú kutyáknál. Tehát általánosságban elmondható, hogy a kétféle étel kombinálása nem jelent előnyt a kutya egészségére nézve, mivel mindkét fajta lehetővé teszi az összes létfontosságú anyag bevitelét. Tehát ha kiderül, hogy kutyája melyik típusú tápot szereti jobban, nyugodtan adja azt neki.